Az idén első alkalommal rendezték meg Bonyhádon az újonnan alapult Nimród Vadásztársaság vadászbálját. A környező vadásztársaságok példájából merítkezve úgy gondolták, hogy ők is megrendezik önálló zenés vacsorás estjüket. Az eseményen telt ház volt. Ez egy újonnan alakult vadásztársaság, és korábban itt a városban még nem volt önálló szervezésben vadászbál. Környező vadásztársaságok élnek ezzel a lehetőséggel, és úgy gondoltuk, hogy akkor mi is rácsatlakozunk erre a méltó rendezvénysorozatra, és így ebből hoztuk létre mi is az önálló bonyhádi vadászbált. A meghívottak között szerepeltek tiszteletbeli vendégek, Bonyhád város polgármestere, a tájegységi fővadász, ezentúl az egyesület tagjai és azok baráti körei, illetve azok a földtulajdonosok, akiknek tulajdonát képező ingatlanokon gazdálkodik a társaság. A szórakozáson túl a rendezvény célja, hogy a tagok és azok barátai és családtagjai minden évben legalább egyszer találkozzanak és beszélgessenek egymással, és ezen beszélgetések közötti kapocs a vadászat legyen. A vadásztársaság tagjait a vadászat iránti érzéseikből kérdeztük. A vadász ember életében a vadászat a szenvedély. Az igaz vadász az nem csak a vadnak a lelövéséből tud élményt és eredményt produkálni magának, hanem a természet egyéb jelenségeiből és az erdőbe történt dolgokról, egy madár jelenlétéből, egy olyan élőlénynek a megfigyeléséből, ami nem a vadászat tárgyát képezi. Ezért mondjuk azt mi vadászok, hogy nekünk ez szenvedély. Elődünk, nagy elődünk Széchenyi Zsigmond írta le, hogy a vadászember számára a vadászat az erdőzúgás, több erdőzúgás, mint vadászat. A vadászat az ember életébe, ez egy megmagyarázhatatlan dolog. Ez csak az annak jelent valamit, aki ebbe beleszületik, és a zsigereibe van a vadászat. Mert amikor én is elmondom, hogy lőttem, azt mondják, mi volt ebbe a jó. Mert télen megfagy a lábunk, nyáron megesznek a szúnyogok, kint vagyunk, hogyha valamit terítékre tudunk hozni, akkor azt ki kell zsigerelni, be kell vinni a vadhűtő konténerbe, nyakig véresek vagyunk, autót kell mosni, és az az 5 másodperc, ahogy az elnök úrnak volt a köszöntőjébe. A vadászatot elmondani, ebbe bele kell születni, és a zsigereinkbe kell legyen a vadászat. A vadászat az életemben egy elhivatottság, egy szabadidő hasznos eltöltésén túl azt jelenti számomra, hogy engem a vadászat 30 éves koromban megfogott a barátaim által, igen nagyra becsült idős vadászok által, és ezt követően mélyen belástam magam. Nagyon fontos, egészséges, azon felül, hogy nemzetgazdasági szempontból is jelentős a vadászat, azon kívül én úgy gondolom, hogy igen hasznos az ember szabadidő hasznos eltöltésére. Az is ilyen 3 díját a másodásra került. A kitüntetéseket az a 3 vadász érdemelte ki, akik az azonban a legtöbb vadat tudták elejteni, ezzel a legtöbb pénzt hozták a társaság számára. 3 összesen 70 nagy vadat ejtett el. Teljes mértékben tudunk azonosulni Széchenyi Zsigmond híres vadász és író gondolatával, miszerint a vadászat nem lehet több, mint erdőzúgás és kevesebb vadászat. Amikor egy ember szívébe beköltözik a zöld, átértékelődik körülötte minden. A lesen ülve megtaláljuk a nématáj szépségét. A várva várt tavaszban, a forró nyárban, a színes őszben és a gyönyörű télben. Bonyhád város gazdag kulturális életéhez hozzátartoznak a különböző bálok is. Éppen ezért a Nimród Vadásztársaság tökéletesen illik közéjük. A vadásztársaság a továbbiakban is tervez hasonló jellegű találkozókat, és hagyományt szeretne teremteni a vadászbálból.